részt, hogy rohan az idő, valahol még visszanéz, de érzem, nem vár már. Rácz Gergő fiatalkora ellenére komoly zenei múlttal büszkélkedhet. Már 15 évesen országos gitárversenyt nyert, ezért egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klasszikus gitárszakára. 1997-től a VIP tagjaként vált igazán ismerté. Az együttes felbomlása után zeneszerzőként is folyamatos sikereket ér el. 2004-ben csatlakozott a Full Moon a cappella formációhoz, majd 2006-tól szóló karrierje is elindult. A vásárhelyi koncerten volt miből válogatnia. Szerettem volna olyan műsorra készülni a hódmezővásárhelyi közönségnek, ami azokból a dalokból áll, amikhez valamilyen fajta kötődésem van, vagy mint zeneszerző, vagy mint előadó, vagy mindkettő. Úgyhogy nagy részt ezekből a dalokból állt az a műsor, amit most adhattam a közönségnek. A népszerű énekes nem érkezett egyedül, Wolf Katit hívta partnerének. Azért éppen őt, mert egyrészt fantasztikus énekesnőnek tartja, másrészt első igazi nagy slágerét, a Szerelem miért most címűt Rakoncai Viktorral együtt szerezték. Ezt a dalt egyenesen Kati inspirálta, ahogy a munkája során a nők rendszeresen múzsái. Az a rengeteg dolog, amit az ember élete során alkot, az a nőknek köszönhető, mert igazából a nőknek szeretne az ember felépíteni valamit. Tehát ez egy ilyen alap ösztön, hogy nyilván a legtöbb dolog, amit az ember az élete során létrehoz, az abban ők az inspiráció. Rácz Gergő évek óta nem jelentkezett saját lemezzel, ezért most elérkezettnek látta az időt, hogy tavasszal rajongóit vadonatúj dalokkal és albummal lepje meg.